Tipmix török bódog női magyar kupa 4-es döntő hétvége Kecskemétről a Meszti István sportcsarnokból élőben itt az M4 Sporton. Jó napot kívánok és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ha úgy tetszik, egy klasszikus 4-es döntő lesz ez, mert az itt szereplő 4 csapat, az első elődöntőben résztvevő Győr, valamint Debrecen, illetve a Ferencváros, valamint a Dunaújváros az elmúlt 30 magyar kupából 29-et megnyert. Egyedül 1992-ben az építők csapatának sikerült a nagy négyes, hogyha nevezhetjük most már a magyar kupában így őket, szóval a nagy négyes uralmát megtörni egyetlen egyszer. Pályán a Győr és a Debrecen, mondja itt a hangos bemondó, és hát hamarosan játékban is lesznek a csapatok. Az a Győr, amely sorozatban 13. kupa elsőségére hajt, és arra, hogy ezzel rekorder legyen a magyar kupában, illetve az a Debrecen, amely jelenleg a bajnoki tabellán a 6., tavaly ugye bajnoki 4. lett, illetve ide a magyar kupa 4-es döntőjébe 2011 után tér vissza. Debreceniek lesznek majd fehérben, és a győriek pedig majd a fekete rózsaszín szerelésükben. Amit érdemes kiemelni a találkozó előtt, hogy ugye a két csapat a bajnokságban játszott már egymással kétszer, és mind a két alkalommal igen nagy különbséggel, idegenben 10 góllal, a hazai pályán pedig 9 góllal a győri Audi Eto nyert. Ez a csapat, amelyet a képernyőn láthatnak, éppen fogadkozik. Elmondta Ambros Mártin is, hallhatták őt, hogy nem veszik természetesen félváról az elődöntőt, de azért, ha úgy tetszik, tartalékolnak a döntőre. Az mindenféleképpen igaz, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár mindkét nagy csapatra, mindkét BL induló csapatra itt a Magyar Kupa elődöntőjében, a Győrre, mint a Ferencvárosra. Itt van a debreceni csapat, ugye ezt a népsort láthatták önök is szerdai közvetítésünkben. Az Érd ellen játszott ugye hétközben Tonetiszej együttese. Hát az a mérkőzés bemelegítésnek volt inkább jó, mint előjelnek, hiszen kikapott a Debrecen 4 góllal, és tette ezt úgy, hogy a második félidő elején, első félidő végén azért egy nagyon komoly gólcsend volt, ami jellemző volt a debreceni játékra. Ez ma nem engedhető meg a Győr ellen. A Győr 14 fővel van itt, a szakmai vezetés által kicsiknek hívott játékosok, tehát gondolok itt például a kisebb sérüléssel bajlódó Hudák Emmára, vagy éppen Bargelmőkére, most nem jöttek el a címvédő csapattal ide Kecskemétre a Magyar Kupa 4-es döntőjére, amely pillanatokon belül el is kezdődik. A találkozó játékvezetői pedig Fellő Ferenc, valamint Öcsi Tamás lesznek. 4 mérkőzésre vagyunk attól, hogy megtudjuk, hogy ki nyeri meg idén az 59. női magyar kupát. A címvédő Győr kezdi tehát ezt a 4-es döntő hétvégét. És ahogy hallhatják, egész komoly szurkolótáborok elkísérték a csapatokat ide Kecskemétre. Előzetesen arról szóltak a hírek, hogy minden jegy elkelt, hát egyelőre mindenki még nincsen itt a Meszti István csarnokban. Itt van viszont Eduard Amorim, akinek a góljával megszerzi a vezetést a Győr. Rögtön erőt demonstrál tehát a győri együttes, amelyben most védekezésben a falból egy kicsit kijebb Ivet Brock. Van a fehérmezes Debrecen. Punykó, ő az Érd ellen nem játszott, illetve nagyon kis százalékban a második félidő elején le a szélre Punykótól. Visszahozza, ő ellövi, egyelőre nem. Jezsikáva középen, Punykó ellövi, kis Éva véd, fordulat a Győr Mörktől tovább, az egy baktában előre dobott labda, igaz, Mörkkel szemben szabálytalanok voltak, rendezettebben támadhat az Audi Eto, támadásban Grót egyelőre lejön, szélen Hársfalvi, irányítóban pedig Görbicanita, az a Görbicanita, aki a pályán lévők, meg egyáltalán a 4-es döntő mezőnye közül, mezőnyében, bocsánat, a legtöbb magyar kupa sikerrel büszkélkedhet. 11 alkalommal, ugye abban a szezonban is játszott ő a bajnokságban, amikor várandós volt, és aztán később a magyar kupában már nem szerepelt, de hivatalosan azért neki magyar kupa aranyérem nem járt. 11 elsőséggel továbbra is Görbicanita a rekorder.
Brado Györgynél a labda, illetve a támadások, a Görbic fönt a játékvezetők keze. Görbichez vissza, ott megszelídíti a labdát Ivet Brock, és megszerzi a második győri gólt. A második győri támadás is tehát góllal végződik Ivet Brock. Ezek voltak a Győr első góljai az idei Magyar Kupa sorozatban, hiszen a lebonyolítás arról szól, hogy a tavalyi bajnokság első két helyezettje az automatikus résztvevője a négyes döntőnek, tehát a Győr, valamint a Ferencváros, és mellők csatlakoztak még ketten a szeptemberben indult Magyar Kupa sorozatból. Ha úgy tetszik, a leghosszabb útja ide a Dunaújvárosnak volt, közben egy újabb kísérve a védés, egy újabb debreceni lövés után, szóval a leghosszabb útja a Dunaújvárosnak volt, a legrögösebb, viszont azt mondhatjuk, hogy a debreceni csapatnak. De azt is elmondom nem sokára, hogy miért. Nézzük, a támadás sírján jött vissza a falból, Punykó le a szélre, onnan nem tudott bemenni a szélről Varsányi. Középre egy passz, Kelemen futott be, Jezsikava tör befelé, ketten a földön. Fönt a játékvezetők keze, passzív jelzésnél tehát támadhat tovább a Debrecen. És Zsikava nem lőtte el, egy lövőcsel, le a szélre teljesen Kelemen, de már a Győri a labda. Szóval a Debrecen novemberben Békés Csabán játszott egy döntetlent a Magyar Kupában, aminek értelmében azonos osztályú csapatok döntetlenjénél a vendégcsapat jutott tovább. Ez volt a Debrecen szerencséje januárban. A Debrecen hazai pályán győzte le 27-18-ra az MTK-t, a negyed döntőben pedig, önök is láthatták az M4 Sporton, 22-21-re nyert akkor a Debrecen az Érd ellen, annak a mérkőzésnek Csáki Viktória volt a főszereplője, de végén tudott fordítani a Debrecen, és jutott el ide újra a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, és kapott egy újabb gólt, ismét Ivet Brock keze által elégedett lehet Ambrose Martin, eddig ami győri támadás lezajlott, annak a vége gól volt. Ivet Brock második találatával, tehát 3-0. A bajnokságban 68 gólos, a Bajnokok Ligájában 36 találattal jár Ivet Brock. Támadásban és védekezésben is nagyon-nagyon jó formában van egész szezonban. Védekezésben ő az, aki most egy kicsit kijebb a falból, a mérkőzés eleje óta próbálja elhalászni a labdákat, amelyet a Debrecen átlövői próbálnak egymásnak passzolni. Na nézzük, most jutnak-e lövésig a debreceniek, egyelőre nem. Jezsikával, valamint Punykó nem értették meg egymást, de ebben hathatós közreműködő volt a győri védőfal is. 6. perc a találkozón, 3 gólos győri vezetés. Punykó, az ott egy technikai hiba, el is veszti a labdát a Debrecen, Mörk, ment a szélen pedig Bódi, és ott a negyedik győri gól zsinórban. Hát nem ilyen kezdésre számított, vagy nem ilyennel tervezett a Debrecen, abban egészen biztos vagyok. Norváth Pásztor Bettinát kiszolgáltatott helyzetbe hozták társai ezúttal is. Ezúttal gyors lerohanásból tehát a győriek gólja. Nagyon agresszív, nagyon határozott a győri védekezés. Nincs még debreceni gól, eddig Karina Jezsikava először a mérkőzésen. Tonai Tisza véleményét láthatták a támadásról. Elveszíti a labdát a Győr, belemenés volt, fordulat a Debrecen, és szépíthet Varsányi. Garbusz bent néz hátra, hogy mi legyen a figura, amit játszani kell. Ő maradt bent középen, érkezett Punykó jobb átlövőbe, íme itt van. Túloldal pedig Jezsikava. Garbusz megint ellövi, Jezsikava ezúttal is résen volt kisé, hanem úgy, mint az előző debreceni támadásnál, nincsen újabb fehérmezes gól. Görbic Anita most itt a bal szélen. Rót
pedig mutatja neki, már mint Görbic Anitának, hogy menjen szépen a helyére oda középre, hiszen ő leül egyelőre Grótál csak védekezésben. Bal oldalra beérkezett Hásfalvi Júlia. Görbic megint a beállóba, ezúttal Bódi futott oda be, 5-1. Két embert kötött le Ivet Brock, középen maradt annyi hely, hogy oda be tudjon futni valaki, és megszerezze a győri 5. találatot. Garbusztól tovább. Sirián jött be a falból. Garbuz. Jezsikava. Az ott most egy szép bejátszás, és megvan a debreceninek 2. találata. A gólszerzője 25-ös számmal. Sirián Szederke. Bemutatkozhatott a válogatottban is márciusban. Görbic Anita pedig lent marad. Rosszul esett. 6-2, az biztos. Itt nézhetjük meg még egyszer, mi történt. Mennek hozzá elnézést kérni az ellenfél játékosai, de félek, hogy nagyobb a baj, hiszen még mindig lent van Görbic Anita, és a csípőjét fájlalja. Jegelik éppen. Varsányi Nóra kap sárgalapos figyelmeztetést. Amíg mi ezt látjuk, addig továbbra is az orvosi stáb ápolja Görbic Anitát, akinek fájdalom azért az arcára van írva. Fel tud kelni. Ez jó hír. Ugye majdnem az egész adásidőnk elmenne azzal, hogyha én felsorolnám, hogy Görbic Anita karrierje során hányszor és hogyan sérült meg. Amióta visszatért a szülés után, azóta nem volt komolyabban sérült, és ugye van egy olyan szabály, hogyha játékost ápolnak a pályán az orvosi stáb segítségével, akkor 3 támadást nem töltett a pályán, viszont az ellenfelet büntették, így lehet ott Görbic ennél a támadásnál is már a pályán. Hát nem túl egészséges, hogy iszkol itt a bal szélen, de nem is felé megy egyenlőre a labda. Mörk és Grót. Ott már egy technika hiba Mörknél. Kicsit kapkodóvá vált most a játék. Támadhat a Debrecen. 9. perc végén 6-2-es győri vezetés. Sirián kapta a labdát, őt láthatták a közeli képen is. Kelemen a bal oldalon, Jezsikava, Garbuz. Egyedül próbálja meg, 2 ember között marad a Debrecennél a támadás. Ugye hallhatták az előzetes interjúkban azt, hogy Tonetti Szej a szezon legnehezebb hetének nevezte ezt a Debrecen szempontjából, ugye gondolva itt a hétközi bajnoki találkozóra, illetve arra, hogy ebben a 4-es döntőben azért az élcsapatok ellen mérkőzhet a Debrecen. Míg Ambrose Martin a szezon legérdekesebb szakaszának, legizgalmasabb részének nevezte azt, ami tulajdonképpen ezzel a Magyar Kupa döntővel elindul, hiszen most jön a Bajnokok Ligájában az a fontos meccs, a 4-es döntő, ami eldönti, hogy a Győr ott lehet egy másik 4-es döntőben, közben pedig 6-3 Bunykó góljával. A Debrecennek pedig ez a nemzetközi kupaindulás szempontjából fontos. Ugye ebben a szezonban EAF kupa résztvevő volt, igaz, hogy csak 2 mérkőzés erejéig a Debrecen bajnoki 4. Most a bajnokságban hátrébb vannak a kupában, ha úgy tetszik, a bronzmérkőzést hoznia kell a Debrecennek, illetve hát annak a csapatnak, amely nemzetközi kupában akar indulni, hiszen a Magyarországnak Bajnokok Ligájában 2 helye van, az EAF kupában pedig 3, és a szokásjog az, hogy a magyar bajnokságból 2, a magyar kupából pedig 1 csapat indulhat az EAF kupában azon csapatok mögött, akik Bajnokok Ligája résztvevők. Bonyolult ez, még
levezetjük egy pár szorra, addig is nézzük a debreceni támadást. Punykó! Jezsikával mutatta be a labdát a beállónak, Siriánnak, Punykó viszont egyedül viszi be a falba. Belülvédekezés miatt 7 méteressel jöhet a Debrecen. Ott lépett be Krót. Akkor hozzáteszem, hogy kísérve ezen a labdán is rajta volt. 37-essel Pinzes Laura fogja elvégezni ezt a 7 méterest. És be is dobja a fiatal játékos. Érdekes, hogy rábízta ezt a feladatot Tonett Tiszej. Az NBA-ben 11 mérkőzésen lépett pályára, és mindössze egyetlen gólja volt. Hát a magyar 4-es döntőben megkapta is a bizonyítási lehetőséget. Na, hát itt a bizonyíték pedig arra, hogy Görbic Anitának, ha úgy tetszik, kutya baja. A második gólja Görbic Anitának innen a szélről. Utal előbb egy percre sérülést szenvedett. 7-4 ezzel. Kapuscsere közben a debrecenieknél Lajtos Nóra a pályán. Hamarosan figyelni is kell, hiszen elhagyta a labdát elől Garbuz. Roboghat a Győr, Gród be a beállóba. És jól ítélték tovább a játékmenetét a játékvezetők, annak ellenére, hogy ott hárman is bedőltek. A gól az, ami érvényes. Brock harmadik találata, ketten sem bírtak vele, még hogyha most ugye a korábbi helyzetekhez képest jobban is odaértek a védők, de a gólt így sem tudták megakadályozni. 8-4. Jelen a Despotovic a pályán, irányító van. Tőle kerül tovább a labda. Garbuz most barátlövőben cseréltek Despotovicsal. Munkó kéri a labdát, de elhagyja a két debreceni, ebből indulhat Görbic. És már ott lobog. Mörk! 9-4. Ambrose Martin, hát ő így könyveli el a gólt. A győri szurkolók pedig folyamatosan énekelnek most már 13 percem. Az a szektor teljesen tele van, így önök itt nem látják a csarnok jobb alsó sarkában a Ferencváros is gyűl a második elődöntőre, de mi foglalkozunk egyelőre ezzel a mérkőzéssel, egy újabb pontatlan debreceni lövés és egy újabb győri gól. Szerzője Tomori Zsuzsanna. Meghosszabbította szerződését Tomori Zsuzsanna a Győrrel. De korábban szó volt arról, hogy a győri klub nem ajánlott neki szerződést, távozni fog az idény végén, aztán végül úgy alakult, hogy a győriek újabb egyéves szerződéssel kínálták meg, amit el is fogadott. Sérülése után ő télen tért vissza, azóta fokozatosan játékba lendül, most ott láthatjuk bent a védőfal közepén. A Debrecennél marad a támadás, Punykó, Despotovic, Punykó. Hoppá, az egy szép pattintott lövés volt, Marincsák Nikolett a gólszerző, 10-5. Cserélnek a győriek támadásban is, ugye elérkeztünk nagyjából az első félidő feléhez, Tomori Zsuzsanna támadásban is, de a jobb oldalon ott van Kualák Szidónia, Amorim is fönnmaradt támadásban, rend beállóban pedig most már Elga Ujászma jelentkezik a labdákért, Amorim, az ott már szabálytalan volt középen, iszkolnak vissza a győriek. Annyira nem gyors a debreceni támadás, hogy kelljen, mire kimondom. Garbuz tesz róla, hogy ne legyen igazam. Tulajdonképpen az első
Nem igazából lendületből végigvitt debreceni támadás, már is góllal végződik, 10-6 Garbusz találatával. Tomori. Tomori. Róth, de már közben sárgalapos figyelmeztetés. Jelen a Despotovicsnak. Tomori. Jezsikával lépett ki egy pillanatra Róthra, de Róth el tudta kapni a labdát, aztán rosszul teszi be. Hiába indul a Debrecen, már belül voltak a védők, ott kapták el a labdát. Marad a Győrnél a támadás, tehát Róth. Tomori tovább Puhalák. Táncol Kelemennel a szélen. Róth. Amorim két ember között kapufára dobja. De még mielőtt örülnének a debreceniek, hogy fordulattak, illetve ez nincsen bent, 7 méteres következik. Mutatták a játékvezetők. Ott bizony a védő Varsány Amorimmal szemben a kapu előtéren belül volt. Görbic Anita a 7 méteressel. 17. perc, 10-6 a Győrnek, de már is 10-7. Görbic és Ivet Brock 3-3 gólos a győri csapatban. Maga biztosan vezet a címvédő. Kujko. Despotovics egyedül oldotta meg. Kicsit kivártam, hogy mi lesz az ítélet. Nem marad a Debrecennél a labda. Kis Éva tapsol. A Bajnokok Ligájában is nagyon-nagyon jó formában volt a középdöntő végére Kis Éva. És ezt is jól fogja. Despotovics lövése középre ment. Az egy csáv maradt szabadon, de nem úgy Tomori előtt. Megszerzi saját maga második csapat a 12. gólját. Ugye volt 8-4 is, most 12-6. Innen debreceni gólra kettő jön győri oldalról. Hangulat van ott a győri tábor szemben. A két csapat első bajnoki mérkőzése is nagyon jó hangulatú volt. Tele volt a Főnix csarnok, 5000 néző. Még szeptemberben. Hát ott az első félidő szorosabb volt még ennél is, bár azon a találkozón is hamar magához ragadta az irányítást a Győr. Na de vissza a mába. Puhalák lent a szélen. Jezsikáva próbálta zavarni keresztbe futó szélsőt, ez meg is történt, hogyha nem is feltétlenül Jezsikává zavarta meg. Martinnak sem tetszett ez a passz. Eltékozolta most ezt a lehetőséget a Győri Audietó. Nike Groth, pedig a védők munkában. Helga Ujászma, valamint Ivet Brock vízivel szemben. Hoppá, az is egy rossz passz elsőre, de Punyko még összeszedi. Ment a szélen Csáki, Punyko, és a rövidre behúzza. Ana Punyko. Tomori pedig ismét elől tüsténkedett. És le is tette Tonetiszej az időkérést jelző T-betűt a zsűri asztalra. Meg is hallgatjuk, hogy mit mond. 13-es győri vezetés tehát a 20. percben. They are going in fast center. We cannot change. Okay?
Then you need to run in your position, okay? If you will make a change, yes, run in your position in the shortest way. If you are coming in, you need to stay here. And everybody, Petra, you can be number three, okay? So running home is very important. Let him try it. Petra, Loki. And Nike, you play? Nora, play again there. So now the middle is Susi and you in the middle, you in the second, Nike here, Bodes and Pujala in this. We change in attack, Gorba with Nike, okay, after the counterattack. Hey, in the second wave, we need a bit more calm in the second wave. Everyone run! Hey, yep. And please, send the ball in defense to the wings. Make foul. If we need one more step, do it. But no breaking through. Anna Punyko közben elrontotta azt a debreceni támadást, amely miatt Tonetiszel kikérte ezt az időt. Ugye a debreceni mester a keresztmozgásokra hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy támadásból védekezésbe ezúttal most nem cserél majd annyit a csapata. Győri oldalról pedig ugye a védekezésbe, vagy hát a védőfalba, akik beálltak annak a pozíciójára, figyelmeztetett Ambrose Martin, illetve arra, hogy majd a támadásnál Ige Groth, Görbic Anita csere lesz. Ez a szemünk láttára, ez a két támadás most nagyon gyorsan lepörgött, talán majd most ezeket rekonstruálhatjuk. Marincsák, Bunykó, Marincsák. Forgatta Nike Grothot, aztán mutatja Nike Groth, hogy ő nem tehet semmiről, igazából róla csak lepattant a debreceni játékos. Nem úgy volt, jöhet a Debrecen. Hoppá! Én is arra vártam, hogy Punkikónak készítik elő a labdát, Marincsák előtte, de bele a falba, ebből indul a Győr. Puhalák első gólja tehát, 14-7. Március közepén Puhalák is tagja volt a magyar válogatott keretének, amely barátságos mérkőzésen Horvátországgal csapott össze Győrben. Végül azon a hivatalos találkozón ő nem játszott. Kim Rasmussen elképzelései között ő is ott van. Ez is egy technikai hiba. Debreceni oldalról Marincsák ejtette el a labdát. Groth pedig most hátra nézett, hogy akkor most legyen a támadásban a csere, vagy nem. Nem volt. Puhalák ezúttal a bal oldalon elhagyta a labdát. Ugye ez az ő igazi helye, a bal oldal, jobb oldalt néha azért láthatjuk, mert ezen a mérkőzésen a korábbi sérüléssel bajlódó Janek Nedlikovát pihenteti Ambrose Martin. Ez volt jellemző egyébként a hétközi Békés Csaba elleni találkozóra is. Ott is sokszor volt a bal szélső Puhalák, de jobb oldalon. Újabb technikai hiba. Ez már a sokadik debreceni oldalról, és a sokadik, amiben indulhat a Győr. Smörknek elég pár lépés, hogy megszerezze a saját maga második találatát. 15-7 ezzel, 8 gólos a győri for. Ezúttal Siska Pálma hagyta el a labdát. Kezd nagyon egyoldalúvá válni, van Ambrose Martin, illetve a győri kispad öröme. Varsányi bent a szélen, ő fut be debreceni oldalon, illetve érkezik vissza Ježikava. Ő mutatja most a figurát. Garbusz, Bunykó. Hoppá! Éva csak megfogta a labdát. Le a szélre Puhalák, hát így egyszerű. Egy emberelőnyben van a győri csapat. Puhalák így szerzi meg a második találatát. Itt van még egyszer a teljesen üresen hagyott szélső gólja. Punykó.
Kis Éva lábbal véd, és ezt is. Lent a szélen pedig Tóth Melinda egy fokkal közelebb, egy fokkal nagyobb zicserben volt, mint Ápunykó. Kis Éva eddig remekül a kapuban Bódi a szélen, illetve most van támadásban a csere Görbic, valamint Nike Groth között. Tomori marad. Fél percig még emberelőnyben a Győri Audi a Tok KC. Tomori. Puhalák majd Görbic. Ott érkezik Mörk. Ho-ho-ho-ho! Milyen cselekkel verte meg a védőjét. Már a labda átvétel is egészen zseniális volt, majd aztán azok a cselek, érdemes lesz még egyszer megnézni. Illetve hallgatni a győri publikumot. 17-7 ezzel, és még mi a lassítást néztük, Debrecen újból, ha úgy tetszik, átadta a támadás jogát a Győrnek, újabb technikai hiba miatt jöttnek a rózsaszín feketék. Görbic. Ásfalvi a bal oldalon. Mörk megint, ezúttal Tomorihoz, két ember között teljesen tisztán. Tomori Zsuzsanna ebbe ragyogóan tette bele a kezét. Lajtos, de hiába, hiszen újabb büntetővel következhet a Győr, emiatt az ütközés miatt. Itt Varsányira maradt Tomori, Görbicre pedig a büntető várt. 18-7. Egy gólos győri fóra, 26. perc végén. Hát azt hiszem, hogy minden kérdőjelet felkiáltó jellé alakított ebben a játék részben a Győr már, ami a döntőbe jutást illeti. Ejj! Nagyon szép megoldás lett volna. Meg jó helyzetfelismerés volt. Ásfalvi a végén hibázott egyet. A debreceni szurkolók viszont, ha már a győrieket kiemeltem, azért még hangosabban buzdítják a sajátjaikat. Például a beállóban most vitézkedő Tóvizit. A debreceni szurkolókra sohasem lehet panasz. Hát az ott a holtérbe ment. Csáki már visszafelé mozgott egy picit. Tonetti szerint nem is érti ezt a paszt. Mörk megcsinálta, tulajdonképpen saját magának is zicserbe, aztán hiába állt kapuval teljesen üresen szemben. Továbbá a Tamorimnak, a vége pedig az egésznek az, hogy Maria Garbus két perces kiállítást kap. Az a Maria Garbus, akiről a napokban derült ki, hogy a következő szezont majd Kisvártán folytatja. Többek között Milanovic Litrével együtt, de az egy másik történet. Na itt volt, amikor tulajdonképpen, ha nem passzol, akkor tökéletes zicserben lett volna Nora Mörk. Így viszont jöhet egy újabb 7 méteres Görbic Anita harmadjára. Úgyhogy a jel a zsűri asztaltól, hogy el lehet ezt végezni. Görbic ezúttal a kapu bal oldalába. Az 5. gólja Görbic Anitának. 3-3 a 7 méteres mutató. Ilyen egy néző szemével a találkozó a Messzi István sportcsarnokban. Jezsikava. Siska bent. Tőle ment tovább a támadás. Jezsikava. Siska. Kelemen későn jött visszakérni a labdát, így került ide tovább a jobb oldalra megint. Kettő perces kiállítást kapott Ivet Bro. Most azonos létszámmal a felek, 1 perc 17 másodpercig. Nézhetjük meg még egyszer az esetet. Egyértelmű. Nem is mutatkozott, nem is tette szóvá ezt a holland.
5-5 ellen. Mire megy a Debrecen? Csiska megy föl. Hoppá, na ott mi lesz annak a vége? Kelemen elment a védője mellett, majd szépen csinálta meg a helyzetet, a lövőhelyzetet. De abból a kiszorított pozícióból már csak mellé tudta dobni. Ez lesz a jó kameraállás, íme. Ennyi hibázott a 8. debreceni gólhoz. Most ahogy számolom, a Győr még úgyis kevesebben van, hogy na eddig a pillanatig, amíg Gagawi be nem futott, hogy lehozta a kapusát, hogy 6-5 ellen támadjon, de erre már csak kevés ideje maradt, főleg így. Hát most észre kéne venni azt, hogy a győrieknél nincs ott a kapus, észre is veszik a debreceniek. Hát ez egy ragyogó felismerés volt. Kelemen Éva. Ami nem ment a szélről, az ment teljes pályáról szinte. Tomorinak rossz a bejátszás ezúttal Görbictől. Tomorit most azért ott alaposan szorongatták. Debreceni emberelőny még fél percig. Most rendezi sorait a fehérmezes csapat. Az utolsó perc az első fél időben 19-8-as győri vezetés. Jezsikává, Tóvízi, Kis Éva ebbe is beletette a kezét. Siska lövése volt, ami kapuba tartott, nem tudta kihasználni tehát ezt a rövidke emberelőnyös szituációt. A Debrecen, itt láthatják Kis Éva védési mutatóit, 53% a maga nevében. Nagyon rendben van. De hogy mi lesz az utolsó 25 másodpercben? Talán az is lehet első fél időben utolsó győri támadás. Azt meghallgathatjuk talán Ambrosz Martintól. The strongest defense right now, okay? Josek number two, you two in the middle, okay? If somebody can shoot, that's a left wing. Okay? Yes, you are okay. Where are you? Tonatiszhely tervei között még szerepel egy támadás, miért ne szerepelne? 25 másodperc, az nagyon sok mindenre elég, de nézzük először a győriek akcióját. 19-8 tehát. Görbic. Mörk. Gauival hárman birkóznak ott bent középen. Tomori le a szélre és a rövidre. Hársfalvi Júlia. 20-8. Csákinak az a passz rossz. Hársfalvi megint indulat, ott egy bodycheck. Ott majd lesz egy kétperces kiállítás természetesen, ezért kétkezes lökés, teljesen egyértelmű. Ana Punyko majd miatta a második fél időt. Legalábbis az elejét kétperces kiállítás miatt. Ember hátrányban kezdheti majd a Debrecen, illetve 12 gólos hátrányban, mert hogy egy fél időt követően Győri Audietto DVSC TVP a Magyar Kupa 4-es döntőjének első mérkőzésének első félidőjében 20-8. Győri Audietto KC DVSC TVP tehát 20-8 egy félidőt követően, és a kép közepén láthatják jobbról balra futni kék mezben Kári Olvi Grimsbőt. Ebből én arra következtetek meg abból, hogy az egész szünetben őt lőtték be a társak, hogy Kis Éva 53%-os védési mutatója marad is azon. Tehát a norvég kapus véleményem szerint majd a második fél időben fogja őt helyettesíteni, illetve pótolni. Itt van Kis Éva, már vissza is vette a melegítőjét, de hát lehet, hogy még játékhoz jut ő is, illetve kapuba fog állni. A Debrecen csapat egyelőre még sehol.
nem mondanám, hogy nem szeretnének kiállni a második félidőre, de ez egy 12 gólos hátrányban ez nem lesz nagy élvezet. Az biztos, hogy innentől fogva már azért tartalékolni, illetve energiát spórolni fognak a vasárnapi helyosztóra, a bronzmérkőzésre, amely hogy önök is hallhatták, nemzetközi kupa indulást érhet. Szóval abban állhat annak a találkozónak a fontossága. Itt még melegítenek a debreceniek, Horváth Pásztor Bettina itt az kép előterében. Ő kezdte ugye a találkozót, őt váltotta a debreceni kapuban Lajtos Nóra. És ugye az is nagyon fontos, amellett, amit Skalicki László említett, hogy ilyen iramban kezdte a Győr ezt a mérkőzést, a 87% és a lövési hatékonysága a győri csapatnak. Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány olyan győri támadás volt, amely nem végződött góllal. Janek Nedlikova, ő az, aki ugye kisebb sérüléssel küzd, ezért nem számított rá. Ugye a hétközi bajnoki mérkőzésen sem, annyira Ambrosz Mártin, meg most itt az első fél időben sem, de lehet, hogy ilyen előnynél, ilyen biztos vezetésnél már lehet, hogy neki is szerepet ad pár percre. Még a fogadkozások. És aztán kezdődhet a második játékrész. Ugye azt ne felejtsük, hogy az első fél idő végén egy lökésért már a Punykót kiállították. Egy ember hátrányban kezdheti a második játékrészt a fehér-feketében látható DVSC TVP csapata. Kapuba pedig visszakerült Horváth Pásztor Bettina, tehát kezdi a második fél időt is. Na nézzük, hogy innen ki mit taktikázik, hogyan spórol, hogyan forgatja a csapatát. Despotovic indítja útjára a labdát. Jezsikava, Kelemen, Despotovic. Jezsikava le a szélre, Varsányi. Despotovic le a szélre, Kelemen. Visszajáratja a labdát a Debrecen. Kelemennek megcsinálták a helyet, de már belépett a kapu előtérbe, ezt mutatják a játékvezetők. A gól nem ér, bármennyire is szépen alakította ki ezt a debreceni csapat. Az viszont egy újabb győri gól elől, a szerzője Bódi Bernadett. Az első fél időben Görbiconita 5 gólt szerzett, Bódi pedig ezzel a góllal csatlakozott a szintén 3 gólos Broch Tomori Mörk trióhoz. 21-8. Varsányi majd Jezsikává, Despotovic, Gaui volt vele szemben. Despotovic, nézi, hogy kinek lehetne adni. Kelemen, neki egy picit magas, és le is szedi a kezéről a labdát Bódi. De a keleténél egy fokkal erőszakosabban marad a Debrecennél a támadás. Tönt a játékvezetők keze, most majd el kell dobniuk a labdát. A debrecenieknek ezt a lövést jól blokkolják, Grimsbő. Nagyon jó az indításokban, Groth, teljesen üres a baloldal. És ahogy tetszik, a kapu baloldala is az maradt, mert hogy teljesen üresen volt. Hásfalvi Júlia a második gólját lövi a szélső. Itt van még egyszer. Szép helyzet kihasználása, úgy tetszik. Ezt az emberelőnyt kimaxolta a győri Audietó. Két gól a címvédő javára. Jezsikevától tovább, az egy picit pontatlan volt, nyúlnia kellett a labda után Punykónak, aki tehát visszatért a kiállítás után. Despotovicot Elgaui taszigatta. Hoppá! Abba az átadásba szépen tette bele a kezét Groth, de már korábban belefújtak a játékvezetők. Jött a Debrecen. Varsányitól tovább Despotovic.
Tomori lépett ki rá a farból. Hoppá, onnan a szélről az egy nagyon szép gól. Szerzője Varsányi Nóra. Itt van Varsányi. Nem volt sok helye. Grimsby egy picit bosszankodik. Ugye a csípőjével ment a labda után, ment a labda felé, de nem tudta onnan kipaskolni. Megvan az első debreceni gól is tehát ebben a játék részben. Ugye az első fél időben sokat kellett erre várni. 4-0-ra is elment az Eto. Amori. Hoppá, ott még azért összeszedi ezt Groth. Jobb oldalról jobb kézzel csak passzolt. A lelkes nézőknek jó volt. Most belefér, hogy ezen az átadáson Ambrose Martin is csak nevessen. Ugye a Győrnek négyes döntős szituációkban, hétvégékben vagy lebonyolításban azért nagy a rutinja, nem úgy, mint a Debrecennek. Kétperces kiállítás Tomori Zsuzsánának. Ha jól láttam, levegőben lökte meg a lövőjátékost, a Punykót. Annyira vicces jelenet ez nem volt. Sérülés nem lett belőle, legalább a szerencse. Azért elég rosszul érkezett Punykó. Emlékezhetünk rá, az első fél idő meg Görbic Anita esett egyszer rosszul. Sokáig ápolták. Punykót nem kellett. Csak rövid ideig. Jezsi Kavától tovább, teljesen üres a jobb szél megint. És egy újabb gól Varsányitól. Sorozatban a második. 22-10, a második félidőre vetítve 2-2. Itt most nagyobb szögben támadhatta a kaput a szélső, de ugyanazt a sarkot választotta. Na, most már Taps is jár emellé Toneti Szejtől. Nagyon konzekvens edző a szlovén mester. Általában, hogyha követték a bajnoki közvetítéseinket, megfigyelették, hogy mindig elmondta mérkőzések után, miközben újabb büntetőz jut a Győri Audietó. Gódit nem engedték lezuhanni a védők a földre. Mindig elmondta a debreceni mester, hogy nem is feltétlenül az eredmény fontos számára, hanem a játék. Mindig hosszú távon gondolkozik. Itt van még egyszer ez a mókás jelenet, ahogy összetapadtak a játékosok. Ott pedig az első hárított győri büntető, Horváth Pásztor Bettina megtapsolja magát, őt meg a játékos társak a kispadról. Először nem Görbic végezte el a győri büntetőt ezen a mérkőzésen, hanem Gora Mörk. Tomori kiállításából még több mint 20 másodperc hátra van. Az pedig hiába volt egy majdnem tiszta zicser, fölé pattintotta a labdát a debreceni játékos. Grimsből lejön, hogy a maradék 9 másodpercre 6-6 ellen támadhasson a győri Audietó, de aztán mindjárt vissza is mehet a kapus, hiszen letelt a kiállítás. Ambrose Martin mondja is neki, hogy tessék visszamenni. Na nézzük közben, mi történik elől. Amorim ellövi, ezt nem védhette így Horváth Pásztor. Eduard Amorim második találata, ő nyitotta a gólok sorát ezen a találkozón. Van tőle az újabb. Amorim egyébként 8-szoros magyar kupa győztes. Görbic Anita után a sorban a győrieknél neki van a legtöbb magyar kupa sikere. Kelemen szépen ment el a védő mellett. És újabb szélső gól debreceni oldalon. A második fél időben 3 debreceni gól, 2 a jobb, 1 a bal szélről. Kelemen Éva tehát. Úgy ment volna a figura, hogy berepül Amorim.
erre készült Groth is, csak közben ott voltak a védők, akik most résen voltak. Despotovicsot ketten is meglökték, Varsányi a szélen. Hásfalvi állította őt meg. Küzdelmes technikás lehet a második félidő. Ezért amellett, hogy tartalékolnak most már a csapatok ilyen különbségnél, egyre több gyakorlásban lévő szituációt is láthatunk. Ott közben egy szabálytalanság már támadó részről. Robokat a Győrmörk. Érkezik a második hullámba Groth. Megrángatta a mezét Sirián Szederke. Azt már Gaui a képen. Zsabban elgaui azt ma, hiszen most már van magyar állampolgársága neki is. Mörk. Amorim. Mörk. Beközépre. Gaui. És csak becsorog a labda, pedig azért birkóztak vele rendesen. Elgaui azt ma az a játékos, akinek egy mérkőzés előtt is volt gólja a magyar kupában a Győriek között. Hiszen hoppá, ott láttuk, hogy Horváth Pásztor fején pattant meg a labda, mert hogy ugye az év közepén várandóságát bejelentő egy Löke helyére érkezett a Siófoktól, és a Siófokban két magyar kupa mérkőzésen pályára lépett még az ősszel. Na, az már messze van, ez a debreceni támadás viszont elég furcsán zajlik egyenlőre, de Despotovicshoz végül visszakerül a labda, és gól a vége. 10-es ellen a Punykó harmadik találata. Első félidőben sok lövést elhibázott, ki is állították. Második félidőben ez az első találat, amit a neve mellé írhattunk. 24-12 így is. Nike Groth. Mora Mörknek ez most rossz volt. Mörk egy picit feljebb indult. Ez is egy újabb technikai hiba. Hát nagyon sok ez debreceni oldalról, és ebből jöhetnek a győri könnyű gólok, meg a Pimasz gólok. Nike Groth. Hát ilyenkor tehetetlen egy kapus, amikor egy ilyen kezű játékos viszi vele szemben a labdát, és ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy hol köt ki a labda. Marad a Debrecennél, hiszen a blokkról ment ki. Amoribot tapsolták meg a társak, Tomori, ami Groth ott a védőfalban, Egaui pedig szorosan figyeli Siriánt. Despotovics. Kanyarodik fel a szélről, fut be második beállónak, de nem ő kapja a labdát Jezsikávától. Jezsikáva még mindig ketten vele szemben. Próbált neki zárni Kelemen, amennyire ott lehet. Nagyon agresszív, nagyon hatékony a győri védekezés az egész találkozón. Bódi akaszkodott rá Despotovicsra, itt láthatjuk visszafutni a montenegróit. Jezsikávától tovább. Punykó belefut a falba két emberre. Ott azért nem sokan élik túl. Fönt a játékvezető keze. Nincsen már hátra sok ideje a Debrecennek, nem is volt előtte. Punykó fölé. Grimsby hozhatja a játékba a labdát. Amorim jön le. Helyére Mörk. A Groth helyére pedig Görbic érkezik támadásban. 42. perc, 13 gólos a győri előny. Ugye a 13-as szám ennek a bűvületében is zajlik. A Magyar Kupa 4-es döntő lesz a 13-adjára is sorozatban. Magyar Kupa győztes a Győr. Hoppá, Bódi 1-1-ben megverte a védőjét, Kelement. Ez egy nagyon szép egyéni akció volt. Van még egyszer. Ahelyett, hogy menne a passz balra, ment a testje jobbra, és a gól. Bódi negyedik gólja, ő is nagyon hasznosan, nagyon aktívan játszik.
sokat mutatja magát. Barsányitól tovább, Despotovics, Jezsikava, Görbic állította őt meg, a játékvezetők szerint szabálytalanul. Marad a debrecenieknél a támadás. Ugye a Debrecen a hatodik helyen áll a bajnokságban. Ugye vannak még hátra számukra komoly rangadók, fogadják majd a Siófokot, a Vácot, illetve az utolsó előtti fordulóban lesz még egy Dunaújváros Debrecen találkozó is. Szóval ott azért eldőlhet, hogy az első hat hogyan alakul. De ez csak a bajnokság, most a közeljövő egyenlőre ez a támadás, aztán majd a holnapi helyosztó, amin akár a nemzetközi kupaindulás már most eldőlhet. Jezsikava, hoppá! Két védő szorításában a blokk mellett, fölött, nem véletlen a debreceni szurkolók öröme. Karina Jezsikava. A KNTH női liga góllövő listáján a 16. 79 góljával ott a legeredményesebb debreceni játékos. Most itt kettőnél tart, a mai találkozón Punykó viszi a prímet a maga 3 góljával a debreceniek közül. Görbic ellövi, ó! Test mellett meglendítve, ahogy szinte csak ő tudja. Ebből szerintem Horváth Pásztor Bettina nem sok mindent látott. A védők takarásából csak jön egy labda. Megvan a 27. győri gól is. Barsányi ezúttal teljesen üresen, ezúttal is teljesen üresen volt. Viszont a harmadik ilyen szituációjából már nincsen meg a gól. 27-13. A legutóbb, amikor a két csapat Magyar Kupa 4-es döntőben találkozott, az egy finálé volt. Tomori meg összeszedi a labdát. Az volt a Debrecen utolsó 4-es döntős szereplése 2011-ben, akkor Győrben 29-21-re. Az Eto nyerte azt a kupa döntőt, de hát még mielőtt üledeznénk, hogy mekkora itt a különbség, volt olyan kupa döntő, amit 20 góllal nyert a győri Audi Eto. Egy évvel később 42-22-re a Békés Csaba ellen szintén Győrben. De a 42 góltól egyelőre messze vagyunk. Tomori lőtt fölé. Siska Pálma bent balátlövőben. Nála a labda, Jezsikava. Gárbuzis pályán. Le a szélre, abba beleteszi a kezét Nora Mörk. Mérges magára, hogy miért nem sikerült jobban elkapni a labdát, de nézzük, hogy hogy megy a tovább a debreceni támadás. Jezsikava egy csel balra, aztán jövés jobbról, már belefújtak. Kelemen a szélen lökte őt Mörk, ezúttal ott védekezik a norvég. Siska fönt a játékvezetők kezem, ebbe figyeljünk. Jezsikavát fogja meg Amorim. Honnan most már el kell majd lőni. Siska Pálma, talán a legmagasabb a debreceniek közül. Meglökte Amorim a levegőben, illetve blokkolt a védőfal. Még egy lövés van ebben. Jezsikava nem értette, hogy hogyan megy tovább az akció, nem eddig megy ez még. A győri kispad már föltette a kezét. Jelezve egyfelől, mit kell csinálni a védőknek. Ezt is blokkolja Tomori. Egy passz mutatja a játékvezető. Folyamatos szabálytalanságok. Ugye ilyenkor újra megy a passz. Ezt most már ellőtték. Hát ez egy jó hosszú támadás volt.
kevésbé gördülékeny. Itt van jelen a Despotovics. Magyar kupában azon a bizonyos Érd elleni mérkőzésen ő is főszereplő volt, ha úgy tetszik, a maga két góljával. Ugye ott hazai pályán csak egyen nyert a Debrecen, merre mondta azt Ambros Mártin, hogy azzal a valaki így ilyen fordulatos mérkőzésen megveri az Érdet. Joggal van itt a Magyar Kupa 4-es döntőjében dicsérve ezzel a debrecenieket. Gárbuz. Kelement most megtalálja a labda. Kelement tör befelé. Grimsbø. És valami ott megint nem jó. Valószínűleg csak görcsben maradt Kelemen ballában. Ezen segített Kari Olvi Grimsbø. Érkezik az orvosi segítség. Szóval, hogyha így ápolják Kelement, akkor a következő három támadásra kimarad. Itt van még egyszer Grimsbø védése. Elképesztően koncentrál a norvég kapus minden egyes találkozóra. Így van, Kelemen le is ül a padra. Tóth Melinda helyén itt a bal oldalon rávár Bódi semlegesítése. Hualáktól tovább Tomori, Görbic, Mörk. Tomori érkezik, ó! Egy újabb szép átlövés, és egy újabb gól ebből. Öt lövés, négy gól Tomori Zsuzsanna mutatója 28-13 ezzel. Szintén szurkolói szemszögből láthattunk egy pár képet. Azért most már azért telt ház van. Ferencvárosi szurkolók mostanra érkeztek meg. Ugye lehetett hallani egy pár hajrá Fradi kiáltást is. Ez annak szólt, hogy ott fönt a karzaton nézte a ferencvárosi csapat a második félidő közepét. Most már ők is melegítenek a második elődöntőre. Ugye ezt követően nem sokkal 16 óra 10 perctől, tehát a másik elődöntő Ferencváros, Dunajvárosi Kohász. Miközben, ahogy az első fél időben is, kapuscsere a Debrecennél, Lajtos Nóra melegít. Siska, Tóttól tovább a labda, Tóvízisben Siska. Gárbuz, egy pillanatra megtorpan Tomorival szemben, egy lövés, amelyet Grimsbø jól véd, és aztán már marad a győrieknél a labda, hiszen Irzsikava belépett a hatoson belülre. Tomori most nem rohan. Ambrose Martin mutatta, hogy a bal oldal felé menjen a támadás. Már amennyire tud. Görbic. Mörk. Tomori két ember között. Ezt is beviszi, és ezt is bedobja. Földöntötte ott Varsányit. Pillanatra lent is marad, de most már iszkol előre a debreceni jobb szélső. Tomori Zsuzsanna ötödik találata volt ez tehát. Beléptünk az utolsó 10 percbe. 16 gólos győri vezetés. A második fél időt is 4-jel nyeri a Magyar Kupa címvédője. Marincsák forgolódik El Gauival szemben. Jött a Debrecen, Marincsák. Gárbuc. Marincsák. Megint megpróbálta El Gaui mellett. Megint nem sikerült. Tóvízitől tovább. Ugye azzal, hogy az év elején Klikovács távozott a Debrecenből, ugye minden beálló, ha tetszik, egy helyet előrébb lépett a rangsorban. Sirján Szederke is azóta kap jóval több feladatot Debrecenben a beálló poszton, illetve így kerülhetett be egyre többször Tóvízi Petra is. Fixen második számú beálló, tehát itt a szezon második felében ő is. Ott védekezik most kettes pozícióban. Amarim.
Mörk balra nézett, jobbra tette a labdát az érkező Elgawinak. Megbeszélték, hogy mi is történt ott, illetve mi legyen legközelebb. 14-essel irányítóban a győrieknél Pál Tamara az utolsó 10 percben. Pál Tamara mutatja a figurát. Talán el is lövi. Pál Tamara. Na, beállt és le is teszi a névjegyét. 30-13. Lapokban róla pedig azt derült ki, hogy nagykövet is lett. A győri Ejof nagykövete Görbic Anitával együtt. Hát ez legalább olyan lövés volt, mint az elődé. Időkérés közben hallgassuk a mondani valókat. So here in the middle, Palma and Jetsa, you will go inside, okay? So we will play two aggressive players, okay? Palma, on her, you don't need to go out. Just make a good block, okay? But now, remember, okay? When she has the ball, you need to cut your player. You look your player, okay? Get it to him. Rocky! And you in the middle, okay? No, sorry, Julia. You one there, you second there, and you second here. And yet it, okay? This is the team. And we change you, okay, with Susie. At the next minute and after, you play your Sinata. Go! Az utolsó 8 percen belül, tehát 17 gólos győri vezetésnél. Pénzes. Marincsák, Tóvízi bent középen, ez már egyértelműen nem az első számú debreceni sor, de hát ilyen eredménynél Tonetti Szejnek, ha úgy tetszik, muszáj is gyakorolnia. Varsányi, Pénzes, Siska, Marincsák. A játékvezető kezel, jelezve ezzel a passzív debreceni játékot. Ezt el kellett lőnie. Úgy döntött Pénzes, hogy onnan lövi el. Mellé ment. Az viszont nagyon beragadt. Pál Tamara. Időkérés előtt belefejeztük be. Hát ő is folytatja. Utából talpról nagyon szép gól volt. 31-13. Második félidőben eddig 5 debreceni találat. Ez nagyon kevés. Marincsák lövi el, Ripsből könnyedén. Az a sáv maradt nyitva, szépen olvasta a norvég kapus. Tomori ezúttal fölé, de most jó ütemben érkezett. Még lehet, hogy vihette is volna egy picit. Ugye azt már a találkozó elején említettem, hogy két csapat két bajnoki mérkőzésen 10 valamint 9 volt közte. Most az a kérdés, hogy a Debrecen elkerüli a 20-at. Siska. Egyelőre nem, ez egy ragyogó gól volt, ugyanúgy, ahogy az előbb. Mondjuk akkor nem Siska dobta rá. Ugyanabból a szögből, szinte ugyanazzal a mozdulattal, ezúttal viszont ez a labda a kapuban kötött ki íme. Pál Tamara, vagy
nagyon nagy kedvel játszik ebben az utolsó pár percben, amire lehetőséget kapott. Bálta már a hú, de gyorsan fordult le ott a védőjéről. Na még egyszer neki futhat ennek a támadásnak Pál vezérletével. Pál megint két ember között. Ezúttal is belefújnak, szabálytalan volt a védekezés. Tomori. Hoppá, kapott egyet az arcára, egy ütést már. Ballag is lefelé a két perces kiállítással Siska Pálma. Ember hátrányban tehát a debreceni csapat. Ott. Bal egyenes az orra. Amarim. Ó! Oh. 9-ről felugrott, senki sem zavarta, senki sem támadta. Nem lő sokszor Eduard Amorim a mai találkozón, de akkor viszont nagyon biztosan, nagyon határozottan ez volt a harmadik találata. Mutatja társaknak, hogy még erre a maradék, a 3,5 percre is agresszívan a védekezéssel. Váltamra most lent a szélen védekezik, Tuálák egyen beljebb. Ő volt szabálytalan most Marincsákkal szemben. De ne feledjük, ember hátrányban támad a Debrecen. A kapusát nem hozta le Tonetti Szej. Ott a 6 ellen tehát. Nyitszám hátrányban. Pénzes. Passzív a debreceni játékra, adásul ott egy technikai hiba, Tomori indításából Puhalák mehet hárman a nyomában, de egyik se éri utol. 33-14. Ember előnyben, tehát Győri gól. Közel jár a 20 gólos különbséghez a címvédő Győri Audiató. Marincsák, Pénzes kapja vissza a szélről. Szabó Panna is bent a bal oldalon. Varsányi kanyarodott fel a jobb szélről, mint egy második beállóként mozogva ott. Pénzes tenni le a szélre, szépen lép közbe. Pál Tamara. 2 perc még hátra a találkozóból. Kiegészült a Debrecen. Siska, Pénzes. Pénzes megint, átvert Amorimot, aztán belement Tomoriba. Jöhet a Győr, Amorim, Pál, megint 3 védővel eszemben. Marad a győrieknél a támadás, hát most már tényleg csak az az egyetlen kérdés, hogy lesz-e itt 20 köztem. 1 perc, 20 másodperc van még, arra, hogy ez kiderüljön, vagy eldőljön. Amorim. Ásvalvi hozta fel a labdát. Pál Tamara. Tomori. Amorim! 34-14. 20 góllal vezet a Magyar Kupa elődöntőben a Győr a Debrecen ellen. És nagyon egyértelmű játékkal, nagyon határozottan jut be ismét a Magyar Kupa döntőjébe. Ez most már kijelenthető, de hát az első fél idő végén is nagyjából kijelenthető volt. Ki lesz a Győr ellenfele a holnapi döntőben? 16 óra 10 perckor kezdődő másik elődöntőben fog eldőlni, illetve kiderülni. Ferencváros, Dunaújváros.
ez utána mérkőzés után, de lesz-e még debreceni gól, vagy debreceni lövés. 5 másodperc hátra, Siskának el kell lőni a labdát, és nincsen bent. Grimsbő ezt még a kapufára nézte, aztán ráült úgy, hogy ne menjen be, és 20 legyen közte. Tonetiszen mosolyogva gratulál Ambrose Martinnak. Megvan az esélye tehát a Győrnek továbbra is arra, hogy sorozatban 13. Magyar Kupa elsőségét is begyújtsa, hiszen 34-14-re legyőzte a DVSC TVP gárdáját. Itt a Tipmix török bódog női Magyar Kupa 4-es döntő első elődöntőjében.